Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon, a Miket ettem szeptemberi kiadásában. Ha van kedvetek, tartsatok velem. Egy picit később kezdődik ez a rész. Az előzőt egy kicsit kitoltam, mert elseje az most vasárnapra esett, és úgy gondoltam, hogy azt az egy napot még belevágom az előző Miket ettem részbe. És azért indítom ezzel ezt a részt, ezzel a szeptember másodikával, mert ugye ma kezdődött az iskola, ami annyiba fogja befolyásolni a főzésemet, hogy lusta konyha lesz. Szóval, ha van kedvem, főzök hétköznap, ha nincs kedvem, nem főzök, és mivel, hogy nincsenek itthon a gyerekek, azt főzök, amit akarok. Úgyhogy ma egy kicsit másféle kaja lett, mert úgy volt, hogy még volt zöldségleves, azt meg is fogom enni. Volt még rizs, meg tészta, a köret viszont, vagyis hát hús nem volt. Aztán én nem kívántam se a tésztát, se a rizst, és arra gondoltam, hogy krumplit akarok enni, de nem csak úgy, hanem főzelékként, mert egész nyáron szinte nem is ettünk főzeléket, legalábbis én nagyon főzelékes vagyok. Volt még két oldalas a fagyasztóba, azt kiolvasztottam, és most olajban, vagyis hát házi zsírban sütöttem meg, jó kis fokhagymásan, úgyhogy ez a mai ebédem. Ti még nem láttátok az előző részt, de ugyanígy próbálok odafigyelni. Több-kevesebb sikerrel, de szerintem elég jól állok. Most, ugyanis estére totálisan kiűztem a kenyeret az étrendemből, az előző hónapban egy olyan nap volt, azt hiszem, amikor egy péksüti, egy harmad hamburger becsúszott, illetve mondtam, hogy lesz csalónap. Pizzát sütöttem, este pizzát ettem, de hogy így tökre ráállt az agyam. Pékségben nem vettem semmi csábító dolgot, és a legdurvább, hogy egy hónapja nem ettem se chipset, se de fagyit ettem kétszer, mindegy, nyár volt, de hogy ahhoz képest meg elég jól csinálom, tehát nem ettem bízslit, szalámit is szerintem pizzán ettem csak, illetve ma reggel. A reggelimet ugyanis az iskola előtt fogyasztottam el, majd berakom ide egy ilyen rozs magvas zsömle volt szalámival, azért mert elfogyott a csirkemelsonka, majd évnyitó után hazajöttem, és itt vagyok 11:30-kor, úgyhogy el is telt ez az első nap, jövök vissza az ebéddel. Na, mutatom nektek a savanyú krumpli levest, új krumpliból, leves, na, főzeléket, jó kis savanyú, és itt a két oldalas, amiből most egyet fogok enni, és holnap is ezt fogom szerintem ebédelni. Szóval tegnapi zöldségleves, a mai levesem. Na hát itt is vagyok a másodikkal, igazán menzás, igazán retro, igazán gyors, olcsó, egyszerű és finom, nem diétás. Ebédnél nem ragaszkodok én ehhez a diétázáshoz, ahogy mondtam is nektek, csak vacsira próbálok kímélőt tenni, illetve ebédre, hogyha úgy megkívánom, de most ezt kívántam, úgyhogy mit szólnátok egy kis kóstoláshoz. Na hát itt is vagyok, és akkor sajnos ti nem láttok, mert nem látjátok a kaját, mert nincs állványom, és sajtreszelőn vagytok. De régen ettem már bármit, amiben rántás van, meg ilyesmi. Ez most nagyon jól esik, és akkor nézzük az oldalas. Itt is van. Átisteni finom. Nagyon-nagyon finom lett, nagyon jól esik. Holnap is ez az ebéd, mert maradt még, úgyhogy jövök vissza az esti vacsival. Vacsira Marci hozott haza kettő giroszt, ebből az egyik a gyerekeké, a másik pedig az enyém párommal. Hát igen, ez nem diétás étel, de szerencsére nem ettem sokat, csak a doboz egyharmadát. Jó reggelt, sziasztok! Gyerekek iskolában, én reggelizni fogok, kiflit, mert tegnap előtt vettem, sajnálom kidobni, margarinnal, és akkor tegnap vettem sajtot, tegnap vettem csirkemelsonkát, meg megy bele egy kis uborka, úgyhogy ez a mai egyszerű kis reggelim. Na, el is készült, került bele még egy kis Lidl mustard tormával. Sziasztok, a mai ebédem tegnapi savanyú krumpli főzi és egy oldalas. Még így is maradt a főzelékből, nem szedtem ki mindent, sokat csináltam tegnap, úgyhogy jövök vissza a vacsival, szerintem egy jó nagy tepsis pizzát fogok készíteni a gyerekeknek. Itt pedig azt láthatjátok, hogy begyúrom a tepsis pizzának való tésztát. Miután kialudta magát, ki fogom nyújtani és feltétezem békönnel, csirkemelsonkával és szalámival, és sok-sok trapista sajttal, majd megsütöttem, és jó ízűen én is ebből falatoztam vacsorára, oda a diéta hús, na mindegy, szerencsére csak egy ilyen szeletet ettem, tudom, ez se kellett volna, ez van, elcsábultam. Sziasztok! Iratkozzatok fel anyának a csatornájára, és ó,
lehetett ezt mondani. Nézzétek meg a videókat, mert anya fog készíteni egy új videót, majd egy más. Marci reggel még vitt a suliba is pizzát, és nekem is maradt egy kis szelet. Hát sziasztok! Szerda van, ebbe a percbe jöttem haza. Majd láttok is valószínűleg egy videót, itt vagy itt egy kínai hol videó lesz. És hát bizony, 1:15 van, annyi pénzt elköltöttem a kínaiba, hogy azt mondtam, hogy nem megyünk Szilvike Mekibe, nem megyünk a KFC-be, pedig ott voltam, átjöttem egész Debrecenen, nem tudom hány helyen mehettem volna menüt. Most visszafogom magam, annyi pénzt elszórtam, úgyhogy ma azt teszek, amit találok. Ez esetben lesz tasakos paradicsomleves, mert úgyis 1000 éve nem ettem. Tojás lesz, sült tojás, kenyér, zöldségek, úgyhogy ez a mai ebéd, jövök vissza a fotókkal. És tegnap bűnözés volt, pizza, van még pizza, nem eszek belőle, most az elmúlt 2 napban megint visszacsábultam, úgyhogy most egy kicsit visszafogom magam megint. Na, én nem szarozok gyorsan bele mindent egybe, leszűköm, addig a leves már csinálja magát, és akkor ez egy ilyen kis gyors egyszál étel lesz. Na, 3 perc alatt elkészült, és így hagyom melegen, hogy ne hűljön ki, mert el megettem olivest. Ugye ez a mai kis ebédke. Na, itt vagyok a másodikkal, tesóm megijeszte, hogy bőronda és nagyon csúnya. Én megmondtam neki, hogy erre volt most idő és kedvem, sőt, kedvem se volt, úgyhogy nekem tökéletes, jól lesütve, amíg ettem a levest. Úgyhogy jó étvágyat! Visszatérek a lájtos vacsorához, alma, hagyma, uborka, sajt, csirkemelsonka, paradicsom, amit találtam. Sziasztok mindenkinek, ma szeptember 5-7-hétfő, csütörtök reggel van. A reggelim utolsó csirkemelsonka, utolsó sajt, utolsó paradicsom, tök üres a hűtő, úgyhogy ezzel el is fogyott itt minden kaja, úgyhogy ma bevásárolni fogok menni a Lidlbe, ráadásul olyan bevásárlás, ami vendégséggel egybe kötött, szóval ilyen nagyobb összegű lesz. Úgyhogy az ebéd szerintem saláta lesz, nem fogok főzni, és akkor majd jövök vissza az ebéddel. Sziasztok, kedves nézők! Épp egy ilyen vásárlós videót forgattam, mondtam nektek, hogy ma nem lesz főzés, hát nem is lesz, hanem helyette lesz egy ilyen saláta, most mellé nyúltam, mert nem azt vettem, amit szoktam, hanem egy cézár salátát. Úgyhogy ez a mai ebédem, és aztán még fogom, elkezdem elpakolni itt a zöldségeket, úgyhogy a héten már aktívabb leszek, jövő héten akarom mondani a konyhában, mert rengeteg alapanyag lesz, úgyhogy mutatom az ebédemet. 1000 forint, bőséges adag, itt a kis öntetke, megy rá minden, így ahogy van, így né, és akkor azt mondom, hogy jó étvágyat nekem. Itt is van tökéletes, egyszerű, finom ebéd, ami laktató is, és imádom, jövök majd vissza a vacsival. Ezt a Lidlben vásároltam, ilyen teljes kiőlésű halacska. Airfryerbe sütöm meg olaj nélkül, ez a vacsorám egy kis salátával, öntettel és zöldségekkel. Jó reggel, sziasztok! Már egy ideje fenn vagyok, 7:05, ma hamarabb reggelizek, egy ilyen magvas zsömlő csirkemelsonka, saláta, egy pöttyke csak, meg sajt, és iszok hozzá ezt a behűtött apentás kollagént, úgyhogy jövök vissza majd az ebéddel. Hello mindenkinek, szeptember 6 péntek, megúszós ebéd. Első hét, amikor ugye iskola van, péntek, megúszós. Kinek mi a megúszós? Pénzben megúszós, időben megúszós. Tehát ez most egy időben megúszós kaja lesz. Általában nekem a megúszós azt jelenti. De előtte mutatok egy ilyet nektek. A pentakolagénes, eperizű, fincs innivaló. Ma ezt szürcsizem. Az ebédem pedig vettem ilyen mini cukkiniket. Na most egy mini cukkinek a felét levágtam, és volt egy óriás édesburgonyám, annak is a felét. Szóval fél édesburgonya és fél cukkinit fogok, és hát pirulle, olívaolajon, sóval, borssal, és sütöttem még kb. 5 deka csirke mellett, az ott van. Ez lesz a mai ebéd, viszont vacsorára a megmaradt cukkini, ott van a hűtőbe, az a fél, meg a fél édesburgonya le lesz reszelve. Ilyen lepcsánkaszerűnek fogom megcsinálni joghurttal, úgyhogy jövök vissza mindjárt a kész ebéddel és egy kis kóstolással. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy délelőtt takarítottam, baromi éhes vagyok,
Délután pedig előkészülök, ugyanis holnap vendégség lesz nálunk, jönnek Szilu mamáék, úgyhogy délelőtt már megjártam a hentes, vettem marhahús, videókat is vágtam, úgyhogy nagyon aktív ez a nap, és délután még előkészülök a holnapi vendégséghez, azaz felvágom a húst, felkockázom a hagymát, a paprikát, a paradicsomot, a gyroszhoz való húst püstszerezem be, a zöldségeket, meg az öntetet, és aztán megyek Viviért, na sokat duma, megyek főzök. Itt a mai ebéd, először is a Penta Plus kollagén innivaló Univer chili sauce, félsült édesburgonya, öltek a csirkemel kb. Ez csak úgy mondom tipre, mert tényleg egy szeletet elvágtam így háromba, fél mini cukkini, saláta, naturjoghurt kapor, és ennyi. Úgyhogy ez a mai ebéd, elég lesz, és este jövök vissza a vacsival, ami ugyanennek a megmaradt része a hűtőbe, ledarálva. Löröszölve lepcsalkálnok. Nem tudom, hogy szeretnétek-e kóstolást, de akkor mindjárt kóstolunk. Fejem az most eléggé le vagyok strappálva, mondom, ez a takarítás, ez... Kicsit csíp ez a csilis, de nagyon jó. Nézzük a cukkinit. Imádom. Még most olcsó, nyár vége van. Télen már nem nagyon fogok venni. Csirke, csak sóból, tökéletes. Nagyon jó. Az édesburgonya csirivel isteni. És joghurta, úgyis nagyon jó. Zenehallgatás közben mindig jobban esik készülődni, és egyébként én egész nap zenét hallgatok, még ha nem is látjátok. Szóval elkészítettem, felvágtam a hagymát, felvágtam a leveshez a zöldségeket, a paradicsomot, a paprikát. Fogok készíteni a Street Kitchen receptje alapján egy szokásos ezersziget öntetet, amit a videó alatti leírásban megtaláltok. Ugye ez lesz majd a giroszunkhoz, ezt szépen lebotmixerezem, és ez is megy a hűtőbe, mint hogy az 1 kg csirkecomb giroszként, és itt van a friss marhahús is, amit a hentestől vettem, ezt is szépen felaprítom, és megy a hűtőbe. Eközben már készítem a vacsorámat, ami a megmaradt cukkini és édesburgonya, lereszelve, tojás nélkül lesütve, egy kis naturjoghurttal, friss kaporral, rá csirkemelsonka, uborka, sajt és saláta. Nagyon-nagyon fincsi volt. Másnap reggel van, teljes kiörlési tortillába fogok rakni estéről megmaradt zöldségeket és csirkemelsonkát. Reggeli után elkezdtem a készülődést, a főzéssel indítottam, felraktam főni a zöldséglevest, aztán főztem a gyerekeknek tésztát, és magunknak pedig nokedlit, az új nokedli szaggatóm, ami a kínaiból van, nagyon-nagyon szuper, és még arra is volt időm, hogy ebből a fejből egy ilyet varázsoljak, úgyhogy mire megjöttek a vendégek, minden készen állt. Sziasztok! Kint már fő a pöri, elkészült a nokedli, tegnap felvágtam a zöldségeket, megfőztem a leves, úgyhogy minden készen áll, jönnek Szilu mamáék, mama is készülődik, gyerekeknek külön makaronit készítettem, és akkor jövök majd ma finom kis kajákkal. Kellemes jó idő van, 28 fok, nincs több meleg, medencét is közben eresztjük le. Csodálatos időnk volt, 28 fok, úgyhogy kint a kertben ebédeltünk természetesen. Itt pedig az anyukám Szilvi mama, vagy ahogy ti ismeritek, Szilu mama. A leves nagyon ízlett mindenkinek, friss zöldségekből készült. A második pedig marha pörkölt lesz bográcsban, amit már csak akkor videóztam, miután mindenki szedett belőle. Azt majd láthatjátok, illetve a gyerekeknek volt még spagetti, és nekünk pedig nokedli. A marha pörkölt igazából nem volt rossz, mert tényleg nem finom volt, viszont mondtam a páromnak, hogy lehet, hogy egy kis vörösbort kellett volna rakni, hogy olyan testesebb marha íze legyen. Nagyon friss volt a marha, tehát fiatal marha volt, hamar is megfőtt, és nem volt olyan karakán íze. Ugye anyáik itt aludtak, úgyhogy este még bejöttünk megcsinálni az előre pácolt csirkehús, kisütni, meg jókat nevettünk, láthattok engem is, itt van előre elkészítve a girosz. Hát amúgy jó volt ez a girosz hús, mondjuk én aznap nem ettem belőle, de le kellett róla, képzeljétek, önteni, annyi vizet eresztett, alig akart megsülni, én egy fél óráig sütöttem még, miután átvettem anyától, de végül is kész lett a vacsora, igaz, hogy senki nem evett belőle, csak a párom, Vivike és Marci, de majd ezt elmondom később.
Sajnos ez a vasárnap nem úgy sikerült, ahogy elterveztem. Ebédre ettem a maradéki gíroszt teljes kiölési tortillában, aztán jött egy ilyen őrület, tehát kezdtem dinnyével, aztán ettem sajtos rudat jéghideg almalével jégkockával, aztán ettem fagyikát is, és még estére mirelit krumplit, körözöttet, zöldséget, ketchupot, majonéz, szóval ma minden szabályt megszegtem, amit lehetett. Hát szép jó reggelt, sziasztok mindenkinek! A mai reggelim egy, még ami volt ez a kis körözött, rákentem egy ilyen Roberto kenyérre, meg kápia paprika, vagy ilyen, mit tudom, hogy milyen paprika, az a piros, tudjátok. Gyerekeket elvittem suliba, ma nem főzök. A vendégségről megmaradt egy csomó kaja. Igaz, amikor a vendégség volt, akkor a Vivike ő nem evett levest. Megmaradt egy csomó leves, mi tegnap ettünk belőle, még így is maradt, és a vendégeknek is küldtem. Marha pörkölt. Maradt belőle úgy, hogy én tegnap nem ettem, úgyhogy én ma szerintem azt fogok enni tortillába. Sütemény. Aznap nem ettek a vendégek. Úgyhogy elcsomagoltam kettő sütit, egyet meg meghagytam Marcinak. Girosz. Én giroszt tettem ebédre. Vacsorára, amikor itt voltak a vendégek, párom és Marci evett meg Vivike, se én, se anyukám, se a párja nem vacsoráztunk, tehát úgy feküdtünk le, mert mi nagyon jól laktunk a pörköltel. Hát igen, úgyhogy itt maradt egy csomó kaja, úgyhogy ma nem főzök, azokat fogom felhasználni, és majd nagyobb videót fogok összevagdosni, vagy elkezdem egy ilyen kollagénest, úgyhogy az meg nem egy-két órás feladat lesz. Úgyhogy ennyi, úgyhogy jövök vissza a maradék ebédekkel. Illik a körmömhöz, és még a felsőmhöz is. Hát leves nem fogok enni, mert abszolút nem kívánom a zöldséglevest. Itt van még a rengeteg marhahús, ebből kivettem egy adagot, megmikróztam, beleraktam egy TK-tortillába, rakok még rá egy-két dolgot, és megsütöm az összenyomiba, úgyhogy ez lesz a mai ebédem. Na, került még bele, saját koktélpari, uborka és egy vékony szelet hagyma. Na, el is készült a mai ebédem, ami nagyon egyszerű és nagyon finom, úgyhogy majd jövök vissza a vacsival. Gyerekek vacsia, túrós tejfölös tészta, nekem csirkemelsonka, saláta, barna puffasztott rizs chips és naturjoghurt. Sziasztok, megjöttem! Szia, Rudi, most már te is itt fogsz lakni velünk? Igen, most már én is itt lakok veletek. Úgy elfáradtam, olyan jól esik most aludni. Ez mi volt? Ti aztán jól összevesztetek. Anyuci, bocsánat, többet nem fordul elő, hogy rossz voltam, ugye nem haragszol? Bocsi, anyu, de tényleg. Két tesó összeveszett, kijövök aludni, erre fel itt jön a kacsatollas. Ezt nem hiszem el, hogy nem lehet pihenni sehol. Hát sziasztok, jó reggelt! Beköszöntött az igazi ősz, 17 fok lett reggel, úgyhogy pulóver. Na mindegy, az én reggelim egy ilyen tartalmasabb összenyomi, természetesen magvas járos kenyérből, vagy nem tudom, miből, a Roberto kenyérből. Az lesz, és ebédre pedig vettem ki csirke mellett, igaz, hogy van még a marha pörköl, de én szerintem le fogom fagyasztani. Na mindegy, úgyhogy csirkemellből lesz valami cukkinis paradicsomos kaja, úgyhogy jövök vissza mindjárt a reggelivel, aztán az ebéddel. Na is készült még egy kicsi mustárt, hát nem kicsit, sokat raktam, mert valamire szükségem van, valami, ami ketchup, vagy majonéz, vagy mustár, úgyhogy ez még talán a legjobb választás. Úgyhogy jó étvágyat. Természetesen citromos víz. Igaz, hogy ebédre terveztem egy ilyen csirkemelles cukkinis kaját, de meg lesz fordítva. Vacsorára lesz, mert ma szülői étkezlet lesz. Az délután meg fogom csinálni, hogy vacsorára már ne kelljen bajlódni. És akkor ebédre egy ilyen hamis pizzát fogok készíteni, teljes kiörlésű torti alapból, tojásból és szalámiból most. Mutatom, hogy készül. Pici olajon lesütitek akár a sonkát vagy szalámit, ez az esetben szalámi, só, bors, sajt, megy rá egy ilyen tojásos teljes massza, fedő rá, megpuhult, megy rá a tortillalap, nekem nagyobb volt, mint az edény, de majd ezt korrigáljuk, fedő rá, aztán egy pár percig úgy hagyjátok, megfordítjátok, és kijön szépen. Így néz ki a végeredmény, mivel hogy nem egyforma volt a méret, ezért én szépen le fogom vágni ollóval, de természetesen azt is megettem. Emellett szárított bazsalikomot szórtam rá, ha jól emlékszem, majd még egy kis sajt és paradicsom.
elkészült a tortilla pizza, szalámival készítettem, mert nincs itthon csirkemell, csak Zalai azt nem akarta menni, egy tojás, egy pici tejjel és egy teljes kiöllési tortilla, aminek a szélét levágtam azért, hogy hát esztetikusabb legyen, úgy, ahogy sikerült, illetve ismételten trapista került rá, bazsalikom és ízlés szerint bármi, én most paradicsomot, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg. Hát akkor nézzük is meg ezt a kis hamis pizzát. Isteni finom. Ajánlom, próbáljátok ki. Gyors, egyszerű, olcsó, reggelire is, vacsorára is tökéletes. Ebédre nem biztos, hogy a legjobb választás volt, de mindegy, jövök vissza vacsival. Na, elkezdtem főzni, és közben még egy horrorfilmet is tudtam nézni. Na, délután 1:30 múlt, Marci még suli van, elkezdem csinálni a vacsorát. Csirkemell egy része a gyerekeknek tarhonyás hús lett volna, de elfogyott a tarhony, úgyhogy rizses hús. Aztán a maradék csirkemell sóval, borssal lesütve, volt egy cukkini, vagyis kettő, rárakom a csirkemellet, aztán megy rá még egy-két dolog, mutatom, berakom sülni, és majd este fogyasztjuk. Semmi extra, ilyen gyors kis összedobós kaja, megy rá a többi csirkemell. Káosz van, na mindegy, aztán megbontom ezt a naturjoghúzot, és akkor ebből rakok még rá, hoppá, ígyni. Ment rá egy kis fokhagyma, megy rá egy kis paradicsom, közben éppen egy horrort nézek a Netflix, már nem soká vége Netflixen, csak mondjuk Netflixnek mondom. És erre még szerintem megy egy adag cukkini. És akkor még egy nagy réteg natúrjoghurt mehet rá. Lefúliázom és mehet be a sütőbe. Na, mutatom a friss vacsorát, ami majd este kerül fogyasztásra, rizses hús, és ez a cukkinis dolog, úgyhogy majd jövök vissza a testi tálalással. Ja, jut eszembe, van még egy jó nagy adag túlóstusza is, mert este is ettek még ugye a gyerekek, de maradt, úgyhogy így pont elég lesz. Szerencsé, hogy megcsináltam még szülői előtt a vacsorát, mert a szülői nagyon sokáig tartott, 7:30-ra értem haza, úgyhogy ez volt a vacsim. Sziasztok mindenkinek, itt még nagyon sötét van, meg lesz is egész nap, szakad az eső. Gyerekekkel reggel elmentünk a pékségbe, ma úszás van. És végre enyhíthettem és csillapíthatom a kifli és zsemle iránti péksüteményes vágyaimat. Egész éjjel erről álmodtam, mert hogy van most már teljes kiörlésű. Úgyhogy vettem 3 zsemlét, 2 kiflit, amúgy 90 forint darabja, szóval nem drága. Úgyhogy ezzel indítom ezt a mai reggelt. Illetve holnapra is hagyok kint, a többi meg megy a fagyóba is, ha lesz kedvem, kiveszem. Úgyhogy jövök vissza a reggelivel. Tegnap szülőjetek, ez lett volt este 7-ig. Én ettem azt a cukkinis kaját. Párom azt mondta, nem kéri, mert ugyanilyet evett bent a munkahelyen. Cukkini csirkemell paradicsommal lesütve, ugye én ezt nem tudtam. Úgyhogy ő meleg szendvicset evett, a gyerekek megették a túrostuszát, illetve maradt még a rizses húsból, úgyhogy nekem megmaradt a fel a cukkinisnak, úgyhogy ebédre nem nagy főzés lesz, sőt semmi. Úgyhogy jövök vissza majd azzal, amit eszek ma. Na itt is vagyok, el is készült, egy szelet zalai ment bele, uborka, paradicsom, sajt és piros arany, úgyhogy jó étvágyat. Kékás! Sziasztok mindenkinek, elkészült a mai ebédem, ami egy köményes alapú tojásleves, egybe tojás, tehát nem a csurgatott, hanem az egész tojással. És igazából ennyi, nagyon-nagyon kívántam valami meleg, tartalmas, erősebb leves, úgyhogy ez jutott mára. Na, itt is vagyok, éppen videót vágok, és ez a második tökéletes lesz, a tegnap estéről maradt cukkini, paradicsom és csirkemell. Találtam még egy kis édesburgonyát, azt fogom magamnak megsütni, a gyerekeknek pedig bolonyai készült, és Vivike is ezt evett, Marci 2 ilyen tányérra levet meg, ez az első tányérja, jelzem is az M betűvel, ez pedig a második. Nekem pedig a kisütött édesburgonya karikák mellé volt még friss saláta, natúrjoghurttal és csirkemásonka. Jó reggelt, sziasztok! Csütörtöki reggelim, ez a kis nagyon vékony, ám bár túl zsúfolt,
olivás, hát ilyen kifli vagy stangli, ilyen egészséges version. Párom hozta tegnap az Auchanből, úgyhogy most nem teljes kiölés lesz, bár lehet, hogy ez is az. Hát ilyen egészségesebb valami. Vajkrém, saláta, csirkemesonka és paradicsom. Ez a mai reggelim. Nagyon jól néz ki, úgyhogy jövök vissza majd az ebéddel. Na sziasztok, itt van, hogy mindjárt dél van, 12:30, és fogalmam sincs, hogy mi a túrót tegyek, mert lehet, hogy túrót fogok enni amúgy, tehát, hogy úgy semmit, nem kívánok semmi főtt kaját, itt van a sok baget, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen fullos szendvicset fogok készíteni teljes kiölésűből, úgyhogy igen, valószínűleg ma nem lesz főtt kaja, mert húst nem vettem ki, és most ilyet, hogy mit tudom én. Tészta sincs itthon, hát szóval, na, úgyhogy marad a szendvics, jövök vissza. Igen, szóval egy ilyen kis kifli lesz, teljes kiölésű, és maradt még túró. Ki fogom keverni egy pici napúrjok húrta, na, itt megfűszerezem sóval, borssal, és szerintem petrezselyemmel, és akkor úgy kenem rá. Hát ez kávé, egy kávéskanálni túrót raktam rá, de nekem elég lesz, most szépen összekeverem, nem volt sajnos szárított petrezselyem, úgyhogy a frisssel kellett vacakolni. És akkor mindjárt rákenem. Na és akkor erre megy egy kis salé, aztán kerülhet rá csirkemelsonka, ez három szelet így negyedbe hajtva, megy rá két szelet trapista sajt, aztán kerül még rá két karika paradicsom, rakok még rá, amúgy van kaliforniai paprika, de azt már nem fogok, csak simát, és most nagyon elgondolkoztam, hogy rakok bele egy kis majonézt, vagy mustárt, de végül is curry mangó szósz fog rákerülni a tetejére. Nem tudom, hogy ezt rakjak-e rá, és egy ilyen szaftosabb szendvics legyen, vagy pedig egy kis olívaolajat, egy kis citromliét, egy kis bazsalikomot, de félek, hogy az a túróval annyira nem passzolna a joghurtossal, úgyhogy maradok ennél. El is készült a mai gyors, egyszerű ebédem, csak tudjam bekapni, mert eléggé, hát na, ki van nyilva. Ugye milyen jól néz ki? Annyira egyszerű, és annyira olcsó, és mégis laktató és finom, úgyhogy mit szólnátok egy kis kóstoláshoz? Amúgy örülök ennek az alternatívának, hogy vannak itt is most már ilyen teljes kiölésű dolgok, mert amúgy simán meg tudnék csinálni egy ilyen szendvicset mondjuk tonhallal, van is itthon tonhal, vagy májjal, vagy bármilyen csirke mellel, mármint értitek ilyen sült hússal is, mert én amúgy simán el vagyok, ha nincs főtt kaja, akkor is egy-két napig kóstoljuk meg. Hát akkor nézzük ezt a gyönyörű ebédet. Hú, de jól néz ki. Nagyon-nagyon finom a túrókém, szinte ilyen nagyon-nagyon sok petrezselyemet raktam bele, ilyen nagyon friss. A curry mangó szósz isteni, mostában nem ettem semmilyen szószos dolgot, és hát roppannak benne a friss zöldségek, egyébként tegnap volt párom vásárolni az Auchanbe. Ott vett salátákat, paradicsomot, paprikát, csirkemelsonkát, amiből konkrétan már csak egy szelet van, mert ha lehet, akkor én mindenhez azt teszem. Úgyhogy ez a mai ebédem, ilyen megúszós, időben megúszós, úgyhogy találkozunk majd este a vacsival. Vacsorára készítettem magamnak egy ilyen kis salátatálat, só, bors, olívaolaj, zöldfűszerek, és csepegtettem rá citromot, volt ugye benne saláta, uborka, paradicsom, paprika és sajt, és akkor egy ilyen kollagénes vizet fogok inni, barackosat, és akkor úgy gondoltam, hogy megeszek egy egész tonhalat mellé, de majd látjátok is, hogy ez egyszerűen nem ment, úgyhogy ez itt megmaradt, a tonhal ment a cicáknak, a salátát pedig megette párom. Jó reggelt, sziasztok! Reggeli tej, ezer éve nem ittam tejet, most is csak annyit iszok, amennyit gondolok, egy nagyon kicsit, ami marad, meg belelököm a kávéba. Aztán van itt nekünk, tegnap este vettem a Hobba, egy ilyen gyönyörűség, egy édes reggeli, ez ilyen szigavalekváros, magvas, ilyen, hát ez az egészséges péksüti édesben, úgyhogy ezzel indítom ezt a mai reggelt, mert ezer éve nem ettem édes dolgot, és nagyon kívánom, és majd jövök vissza a megúszós pénteki ebéddel. Jó tömör a tésztája, hát ezt szerintem meg se bírom majd enni, vagy ha megeszem is, biztos, hogy elteríti a pacit. Hát sziasztok, a mai ebédem egy magi tészta, instant tészta, és ezt én már kibontottam. Hát tudjátok, ez úgy néz ki, mint a micsóleves, csak ez nagyobb adag, ez egy második lesz, és van benne egy kis porocska, és miért olyan különleges ez? Hát ezt még a barátnőm hozta nekem, Spanyolországban nyaraltak, és hát akkor ez lesz a mai ebédem.
ha már megúszós, akkor tényleg legyen megúszós ez a mai nap, és akkor jövök vissza egy kis kóstolással. 3 deciliter vizet fogok felforralni, ez lesz a nagy főzés, belerakjuk a pásztát, hagyjuk egy picit, hozzárakjuk a porcit, és jövök vissza a kóstolással. Még ő fordítva csináltam, a forró vízbe raktam a port, és aztán ráraktam a tésztát, és én okos rájöttem, hogy nem fér el benne, de egy idő után elkezdett puhulni, és végül is csak megfőtt. Szerintem én csak a felét fogom kiszedni, mert ez hatalmas adag, bitang adag, és ha majd ízlik, akkor szedek még. És akkor szerintem kóstoljuk is meg. Elkészült, fel a fazékban, és most csak így naturon fogom megkóstolni. Ha nem jó, akkor még egy kis bazsalikomot rakok rá, vagy esetleg ketchupot, hát nem tudom. Na, nézzük is meg. Szóval ez elvileg egy ilyen mediterrános fűszerkeverék. Akkor kóstoljuk is meg. Ilyen paprikás ízvilágú, de nem olyan pörköltös, hanem ilyen paradicsomos paprikás, nem csíp, de nagyon sós. Örülök, hogy ilyet is megkóstolhattam. Picit sós az én szájízemhez. Jövök egy kis update-tel, amit kiszedtem, megettem. Ez még itt maradt. Abszolút nem kívánom, mert gyerekek, ez annyira sós lett, pedig még raktam hozzá plusz vizet. Úgyhogy eszek ebédre egy teljes kiörlésű zsamit, így ahogy van. És akkor jövök vissza majd a vacsival. Találtam még a kenyértartóban egy zsemlét, amit 4 részre vágtam, majd lepirítottam. Ehhez raktam ki ilyen borskérges csirke mellett és simát. Párom pedig antipasztit vett az osönbe. Ezt raktuk még már egy kis salátával, paprikával, és igen, nekem egy ilyen negyed zsömle becsúszott. Illetve ezt a zéró kólát kóstoltam meg Oreo ízben, semmi extra nem is érződött rajta. Ez pedig a reggelim, pirított magvas kenyér, ilyen borskérges csirkemesonkával, paprikával és sajta. Ebédre ilyen basmati is fogok főzni, valamint palacsintát fogok sütni. Amúgy 12 palacsinta lett, abból nekem egy darab jutott, de nem azért mondom, hanem mert hogy jól sikerült. A gyerekeknek készítettem fokhagymakrémlevest, illetve magunknak sült csirkecombolt még basmati rizssel és pepperoni paprikával nekünk, a gyerekeknek uborka, illetve este a Mekiből hoztunk kajákat, én egy ilyen halas burgert kóstoltam meg, hát nem volt rossz amúgy, sült krumplival, szóval egy kis bűnözés, ez pedig már másnap délelőtt, mivel hogy nem kellett főznöm második, még volt csirke, ezért Vivikével készítettünk egy pogácsát, de mivel nem volt itthon tejföl, ez egy ilyen másfajta pogácsa volt, inkább olyasmi volt a tésztája, mint ha ilyen kis linzer tészta lenne, szóval inkább ilyen kekszes alapú, nem volt rossz, de nem ajánlom ezt a receptet. Minden esetre elég sok lett, és közös elfoglaltságnak szuper jó kis móka volt, főleg ebben a hidegben. Készült még megyleves a tegnapi csirke elé, és ennyi. Aztán estére én már nem volt kedvem vacakolni semmivel. Rántott sajtot csináltam magamnak az airfryerbe, salátával, paradicsommal és paprikával, és ezzel le is zárom ezt a részt. Találkozunk a következő részben. Ha tetszett nektek ez a videó, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Legyen szép napotok, sziasztok!